Szeretettel köszöntöm az itt megjelenőket. A Válságálló Kiskert második előadásán. Az első előadás folyamán beszéltünk a növények életfeltételeiről, beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a talaj, mennyire fontos az, hogy a talaj ez az élő, organikus ökoszisztéma, ez rendben legyen, mert csak egészséges talajból lesz egészséges növényünk. Ha pedig egészséges növényünk van, akkor nem kell használnunk műtrágyát, nem kell használnunk növényvédőszert, abból nem lesz felesleges felszívódás a növényekben, raktározódás a növényekben, így aztán egészséges élelmiszerhez fogunk jutni. Beszéltünk arról a múlt alkalommal, hogy ez a talaj tulajdonképpen egy mikroorganikus egység, amiben mindennek a helyén kell lennie, és végül is a legnagyobbak élete ezeknek a legkisebb apróságoknak az életétől és sokaságától függ. A mai beszélgetés alkalmából konkrétan megpróbáljuk a munkálatokat a kiskertben végigvenni, megpróbáljuk azokat a növényeket megismerni egy kicsit, amikkel foglalkozunk a kiskertben. Általában én 48-50 darab növényt tudtam így összeírni, ami a kiskertben nekünk ellátja a háztartást. Mint tudjuk, korábban volt szó arról, hogy az ellátásunk az egy négy családos, vagy négy fős család ellátásához 100 négyzetméter kiskert elég, hogyha ezt okosan csináljuk, ehhez figyelembe vesszük és felhasználjuk az ősöktől örökölt kertészeti tudást, mindazt a módszert, hogy többször ültetünk ugyanerre a helyre egy évben, illetve hogy megpróbáljuk gazdaságosan társításokkal kihasználni a területünket. Körülbelül azok a növények, amiket felírtuk, ami benne van ebben az 50 fős listában, ezek szépen, ahogy az év sora hozza, a kerti munkák hozzák, egy tavaszi kezdéssel elkezdhető a kerti munka és elkezdhető a növényekkel való foglalkozás. Amit most szeretnék elmondani, és amilyen segédanyagunk lesz nekünk, van egy ilyen nyomtatvány, ez a másodvetésre alkalmas növények, ezek a növények, amelyek itt fel vannak sorolva, és a másodvetés időpontja, illetve palántázási időpontja fel van sorolva, ez nekünk segít abban, hogy az azonos területen a fővetemény utáni következő veteményt is be tudjuk érlelni, meg tudjuk termeszteni. Illetve van ennek az alján egy szerves tárgya igény szerinti csoportosítás, ami a növényeknek a szerves tárgya hasznosításáról ad képet, attól függően, hogy mennyire talajzsarolók, illetve mennyire talajerő utánpótlók, e között a két véglet között osztjuk be a növényeket. Szerves trágyát igényelnek például a burgonyafélék, a kabakosok, káposztafélék, a csemege, kukorica, zeller, torma évelő növények. Ez azt jelenti, hogy az előző évben, ha komposztált trágyával ősszel beforgatjuk a földbe ezt a tápanyagmennyiséget, akkor ők teljesen jól megvannak ezzel a tápanyagmennyiséggel, és kedvező terményt hoznak. Második csoportja, amelyek tápanyagigényesek, de nem közvetlenül a trágyázási év után történik a termesztésük. Ilyenek a levélzöldségek és a hagymafélék, amelyek nem nagyon szeretik, hogyha közvetlenül trágyás földbe kerülnek. És vannak talajjavító növényeink, ezek a jól ismert pillangósok, a babborsó,
Azon kívül a többi növény pedig elvileg egy jól karbantartott komposzttal és trágyával ellátott jó humuszos talajban teljesen jól érzik magukat, nem igényelnek közvetlen trágyázást és komposztálást. Ez az egyik táblázat, ami segít nekünk majd a vetésterv elkészítésében, és van egy másik táblázat, az a társíthatóság. Itt a növények kölcsönhatásai ábrázoljuk tapasztalati úton. Ez a táblázat megmutatja, hogy melyik növény melyik növénynek a társaságába érzi jól magát, illetve melyik növénynek a társaságába nem érzi jól magát. Ennek az alapja az a megfigyelés, hogy a növények háromféle módon társíthatóak. Az egyik az a metódus, hogy a talaj réteg melyik rétegéből veszik fel a tápanyagot. Ha konkurálnak egymással, az nyilván nem jó, mert akkor az egyik növény esetleg elnyomja a másikat. Tehát minden olyan növényt érdemes társítani, amelyik nem azon a szintről veszi fel a tápanyagot. Például a tökfélék, azok mélyen lenyúló gyökerekkel rendelkeznek, a talaj alsó rétegeiből húzzák fel a tápanyagot, és növesztik a saját testüket, termésüket. Akkor vannak a gyökérzéltségek csoportja, mondjuk egy retek, amelyik nem ugyanabból a rétegből használja fel a tápanyagot. És vannak olyan növények, amelyeknek tulajdonképpen olyan módon mindegy a tápanyag felvételük, hogy nyugodtan társíthatók a többi növényel, mert nem befolyásolják, nem konkurálnak egymással, és nincsen semmi hatással a másik növényre. Léteznek olyan növénytársítások is, amelyek pedig a növény által termelt illóolajokra űző és csalogató, kártevő űző és kártevő, vagy ragadozó csalogató hatásaira épülnek. Ezáltal ugye a klasszikus páros, ez a sárgarépa dughagyma párosítás, amiben a sárgarépa illata az a hagyma legyet előzi, illetve a hagyma illata pedig nem jó a sárgarépa légynek, így ezeket könnyű egymás mellett társítani, egymást védik. Tehát ez a allelopátriás hatás, ez érvényesül a társítás során. Az 50 növényt, amit felírtunk, ezek alapján fogjuk megcsoportosítani, egymás mellé ültetni a kis kertünkben egy elvi vázlat alapján. És nézzük meg, hogy melyek ezek a növények vagy növénycsoportok, megpróbáltam körülbelül időrendbe szedni a munkálatoknak megfelelően. Kezdjük mondjuk a sárgarépa, petezselyem és pasztinákkal, ezek gyökérzöldségek. A sárgarépa és a petezselyem pasztinák szereti a jó, mélyen átforgatott, megművelt talajt, szereti, hogyha elég pórus tér van a talajban, nem túl magas a fényigényük, vízigényesek, főként csiráztatáskor, illetve a gyökér, traktározó gyökér, karós gyökér fejlődése során szeretik az öntözővizet. A hőmérséklet szempontjából hidegtűrőek, tehát az egyik legkorábban kirakható növényeink egyike. Mind a sárgarépa, a petezselyem és a pasztinák. Ami még segítségünkre van, hogyha a boltban veszük a magokat, akkor a bolt vagyis a mag zacskójának a hátulján pontos információkat találunk azzal kapcsolatban, hogy mit, mikor, hogyan, milyen távolságra kell vetni. Erre a gyártók nagyon ügyelnek, és ezt érdemes is megszívelni. Március közepi vetésre írják korábban, legalábbis ez volt a népszokás, hogy február közepén kiteszik az ablakba, a hűvös helyre a krumpli gumókat, kis szemet, kis csirát növelnek rajtuk, és azt már március közepén kerül majd a talajba.
Jó ez az elgondolás, viszont ugye ott van még április környékén a fagy, meg ott van még a fagyos szentek időszaka, amikor ezek a hajtások a burgonyáról visszafagyhatnak. Ugyan a burgonya elég jól regenerálódik, elég jól pótolja a lombját, de ez a fajta erőkiesés az ő életében, ez látszik a termésen is. Tehát ha valóban jó minőségű, nagy mennyiségű termést szeretnénk, akkor érdemesebb az április környéki vetésben gondolkodnunk. A fényigénye nem túl magas a burgonyának, szereti a vizet, hidegtűrő növényről van szó, ez a tavaszi vetést, ezt mindenképpen elősegíti. És ahogy a burgonyát vetjük, az ugye egy 25 cm mély árokba tesszük le a gumókat egymásról olyan 30-35 cm-re, és számolva azzal, hogy ezeket a sorokat, ezeket időnként be kell takarni, ahogy nő a burgonya növény, időnként betakarjuk, úgyhogy mindig a felső 10 cm maradjon csak ki. Ez a termés időszakban egy olyan 2-3 takarást kell, hogy jelentsen. Éppen ezért a sortárnak olyannak kell lennie, hogy ezeket fel tudjuk tölteni minden sort kényelmesen. Ennek a tapasztalat szerint egy 75 cm-es sortávolság elég. Töltögetés egészen a virágzásig folytathatjuk. Amikor megjelennek a virágok rajta, akkor már érdemes, aposomék úgy mondták, hogy herélni a kis bakhátakat, mert akkor alatta van az új krumpli, és akkor ezt lehet így csalogatni, és az apró kis bogyókat petrezselyem és krumplinak, hogy akárminek friss tavaszi zsenge íze miatt nagyon kedvelik megcsinálni. Még amit meg kell említeni a burgonya kiválasztásánál, az attól függően, hogy milyen célra szeretnénk kiválasztani a burgonyát. Van salátának való, van főznivaló, és van enyhén szétfővő, sütnivaló burgonya, ez az ABC típussal ismerik a termesztők. Itt írtam is néhány példát, például a főzni és sütnivaló nagyon jó, a legfrissebb ilyen nemesítés a balatoni rózsa, amelyik nagyon jó termés átlagot produkált, nagyon ízletes fajta, illetve kicsit égebbi, de szintén nagyon jó beltartalmi értéke rendelkező sárga agria, amit viszont sütnivaló snack krumplinak nagyon tudom ajánlani. Szintén tavaszi munkák során a vöröshagyma, fokhagyma és a snidling az, amely a hagymafélék közül bekerül a földbe. Napos területet szeretnek, nem meleg igényesek, tehát jól fejlődnek, ilyen 17-19 Celsius fokon fejlődnek a legjobban. Vízigényük a kikelést követően nem olyan nagy, viszonylag nagy területet képes a bojtos gyökerükkel vízzel ellátni magukat. Vigyázni kell arra, hogy frissen trágyázott földbe ne kerüljenek, mert akkor könnyebben betegszenek, és könnyebben rohadnak bele a földbe. Kétféle módon szokták termeszteni a hagymákat, dughagymáról vagy magvetéssel. Általában dughagymákat 1-2-3 év alatt termesztik meg a dughagyma előállítás során. A kiskerti körülmények között én mindenképpen a dughagymát javasolnám. Ebből is azt a fajtát, amit viszonylag ritkán lehet kapni sajnos a boltokban, ez nem az 5-10 mm-es, tehát az 1 cm-es kis apró zsika méretű hagyma, hanem a teljesen legnagyobb ilyen 2-2,5 cm-es pikles nevezetű dughagyma, amit érdemes használni. Ez nagyon gyorsan hoz új hagymát is, zöld hagymást is, illetve későbbiek során az év folyamán nagyon, nagyon szép fejeket képes hozni a betakarításhoz. Amennyiben rosszul van a dughagyma elkészítve, vagy tavalyról benne maradt valami a földbe, és szeretnénk azt pátyolgatni, hát én azt javaslom, hogy ne tegyük, mert ez mindenképpen a hideg hatására magszárat fog hozni. Ugye
a növényeknek az a lényege, hogy túlérjék önmagukat, hogy magot hozzanak, hogy így tudjanak terjedni, és a két éves növények, illetve a hagymafélék a második évben, vagy ha megfáznak, akkor abban az évben maxába indulnak. Valamit lehet rajta segíteni, hogyha látjuk kitörni középen azokat a magszáról megvastagodott üreges szárakat, magszárakat, ezt nevezik úgy, hogy bőrdőzés, de az a hagyma már nem teljesen jó tárolásra, egészen biztos, hogy nem való. Amit itt írtam, hogy makói, CR, illetve stuttgarti vöröshagyma, a stuttgartiból szoktak általában leghamarabb kihozni új hagymát vagy zöld hagymát. A makói CR az a makói bronznak egy újabb változata, vagyis legújabb változata, ami kellő beltartalmi értékkel rendelkezik. Hát a makói hagyma az világhírű volt. Sajnos a mostani körülmények között, gazdasági körülmények között nagyon veszélyben van a makói hagymánk. Nagyon sok termesztő áll rá arról, hogy a költségek miatt, hogy hagyma termesztésbe fogjon egyáltalán. Hát meglátjuk majd, hogy mi lesz. Emiatt is jobb, hogyha a kiskertben megpróbáljuk magunkat ellátni. Aztán szintén tavaszi növényeink, fejesaláta, tépősaláta, illetve a jégsaláta. Ami érdekes, hogy rengetegféle saláta van, különböző tenyészidővel, különböző funkcióval, van kis fejetképző, van hatalmas nagy laza fejetképző, tényleg egész évben akár el tudjuk magunkat látni salátával. Figyelni kell arra viszont, hogy hidegkedvelő, a természeténél fogva hosszú nappalos növény, ez azt jelenti, hogyha a nap hossza, a nappal hossza, vagy a besugárzás napfényes idő hossza elér egy bizonyos óraszámot, akkor utána szintén beindul nála is az a túlélni akarás része, hogy akkor magot hoz. Ilyenkor van, hogy a mag közepe így elkezd, vagy a növény közepe elkezd kinőni, és végül felmagzik. Talajban nem válogat, a saláta nagyon sok növény mellé társítható, nagyon jó hatásai vannak egyes társításokban. Úgy is érdemes termeszteni, hogy ide-oda, amoda soron kívül, vagy eldugott szegletekbe egy-egy kis csokorral, vagy kis csipet magot elszórni, vagy néhány kis palántát letenni, és akkor kertünknek ez nem csak díszévé válik, hanem van bizonyos kártevő, riasztó hatása is. Világos helyet szereti, a hosszú nappalosságról volt szó, és viszonylag levél zöldség, nagy a vízigénye, főleg amikor csirázásnak indul. Aztán szintén szava, a tavaszi frissességről gondoskodik a sóska, a spenót, illetve a mángold, vagy később az új-zélandi spenót, a spenótnak egy szintén ilyen túlélő változata, már a mi szempontunkból. A spenót ez hidegtűrő, szintén hosszú nappalos, tehát ha nő a nappal hossza, akkor egy idő után magszárba megy, és akkor már nem ehetőek a levelek. Levélzöldségek, a levelükért termesztjük őket. Hidegtűrőek, általában az új-zélandi spenót az nem hidegtűrő, ez majd a vetési időben is szépen látjuk, hogy mikor érdemes vetni, mert van ugyanis egy harmadik táblázatunk, ahol ez a 50 körüli darabszámú növény fel van sorolva, és megjelöltem az ültetés és a szedési idejét ezeknek a növényeknek. Ez szintén egy ilyen segédanyag ahhoz, hogy eredményesen termesszünk.
nem szeretik a pangó vizet, a sóska az a, ezek közül levél zöldségek közül több évig jó, tehát évelő növény, viszont érdemes minden évben a kellő íz, anyag és frissesség kedvéért megújítani a vetést. Vetése 30 cm-es sortávra történik általában, viszonylag sekélyen. Az új-zélandi spenótot érdemes úgy elvetni, olyan sortávra egymástól, hogy bekalkuláljuk, hogy a spenót viszonylag hosszú szárat, illetve egész hosszú szárat növeszt, lehet 1,5 méter hosszú szára is, aminek amin hozza a leveleit, mi a leveleket tesszük meg, és jönnek majd a virágok. Úgy tűnik, hogy az új-zélandi spenót ez folyton növő, vagy több éves növény, pedig folyamatosan hozza a magjait, folyamatosan újra veti magát, tehát mindig lehet számítani rá, hogy lesz zöld spenótunk a kertbe, hogyha megtelepszik az új-zélandi spenót. Az íze nem teljesen olyan, mint a normál spenótnak, de nyáron, amikor meg szeretnénk kóstolni, vagy szeretnénk valami spenótfélét tenni, akkor nagyon jól jön. Ide tartozik még levélzöldségként a mángold, amit fagyok után vethető 2 éves növény, első évben a testét, a leveleit fejleszt, és második évben hoz magot. Tavaszi munkálatok a retek és a cékla. Retekből is rengeteg féle van, retekből is szinte az egész termesztési évet végig lehet követni. Hónapos retek, jánosnapi retek, nyári retek, sörretek, fekete retek, japán retek, tehát rengeteg olyan van, ami egész évben lehet szinte követni a termesztéssel az igényeket. Hidegtűrő növény, 15-20 cm, Celsius fok, 15-20 Celsius fok az optimális hőmérséklet, amiben fejlődni képes legjobban. Átlagos fényigényű, hosszú nappalos növény, tehát hogyha, mint mondtam korábban is, a besugárzás elér egy bizonyos határt, akkor utána a retek is magszárat növeszt, nem pedig ezt a ízletes gumót, amit fogyasztunk. Érdekes a reteknek az öntözése, általában vízkedvelő, de vigyázni kell arra, hogy egyenletesen locsoljuk, ne legyenek nagy hullámzások a víz mennyiségét illetőleg, mert akkor kireped, vagy éppen nem fejlődik megfelelően és beruhad. A cékla a szintén vízigényes növény, két vetést lehet egy évben, előveteményként és utóveteményként is lehet használnunk, gyökérzöldség, és másodvetésre is jó, mint ahogy azt látjuk. Borsó bab. A borsó az kifejezetten olyan növény, amelyiket tavasszal érdemes vetni, bár léteznek átterülő fajták is. Léteznek átterülő fajták is, de szintén több fajta áll a rendelkezésünkre, hogy hosszan ki tudjuk nyújtani a borsó termesztést. Nem túl szapora a borsó, mert olyan 60-70 deka körül jön le egy négyzetméterről a termesztés során, viszont ezt úgy igyekeznek kijavítani, hogy vannak ilyen borsó családok, hogy a különböző később egymás után érő borsókat egy csomagban árusítják, és akkor ezek az adott helyről elnyújtják 2-3-4 hétre is a borsó szüret lehetőségét. A borsóból van a kifejtő borsó, van a velő borsó, illetve a
cukorborsó. A kifejtő borsó az a legkorábbi, például a rajnai törpe az ilyen kifejtő borsó, viszonylag gyorsan átalakul a benne lévő cukor keményítővé, ezért friss fogyasztásra alkalmas, csak a leszedés után a legjobb ízű. A velőborsónak az előnye éppen az, hogy ez a bizonyos keményítővé való átalakulás ez elnyújtott hosszabb ideig tart, tehát hosszabb ideig lesz friss áru, vagy hosszabb ideig tudjuk élvezni az édességét. A bab az kifejezetten meleg kedvelő növény. A borsó és bab, mint pillangós növény a taral regenerálódására is való, tehát nitrogéngyűjtő baktériumok vannak a gyökerein, visszapótolja a nitrogéntápanyagot a földben. Érdemes a babot a fagyosszentek után, tehát május közepe táján elvetni. Igazából júniusban sem probléma, hogyha június első dekádjában vettik a babot. Nagyon sokféle bab van, zöld babból is, mint hüvelyesből is van szín, forma gazdag zöld bab, van tallérbab, van száraz babnak való bab, tehát nagyon sok igazán jó csemege van a babból. Következő növény, amiről beszélünk, ez a zeller. A zellert otthon nem nagyon érdemes, eléggé nehézkes palántázni, vagy palántának kinevelni, ezért célszerű, illetve hát kezdőkertészek mindenképpen azt ajánlom, hogy a palántázható növényekből mindenképpen szerezzen be a piacon, ne kezdjen bele a palánta nevelésbe, mert múlt alkalom is szó volt róla, hogy kicsit macerás, mert a csirázás után vissza kell ejteni a hőmérsékletet, utána másként kell gondozni, tehát érdemes megfontolni, és hogyha sikerélményt meg azonnali eredményt szeretnénk, akkor jobb, hogy a piacon megveszük a palántákat. Ilyen például az zeller is, az zellernek elég hosszú ideig tart a palántává fejlődése, tehát amíg magból palánta lesz, nagyon jó tápanyag ellátottságot kíván ez a folyamat, és odafigyelést, nem mindegy, hogy milyen mélyen vetik, milyen módon egyelik, vagy szedik szék, pikírozzák a növénykéket. A palántát fagyosszentek után tudjuk biztonsággal kitenni a földekbe. Napfényigényes, vízigényes, és például a hegykői fajta, egy régi magyar fajta, ami nekem termesztés során bevált. Sokan csinálják azt, hogy a gumó képződés közben ásóval megszurkálják a növény mellett a földet, hogy azokat az oldalgyökereket elvágják. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül szükséges. De hát vannak, akik esküsznek erre a módszerre, hogy így lehet szép, egész sima, egészséges gumót nevelni az zellerből. Aztán lassan áttérünk a nyárra, koranyárra, uborka, spárgatök, cukkin és a patiszon termesztésével. Általában tökfélek, mint mondtam, a föld mélyebb rétegéből húzzák fel a tápanyagot. Éppen ezért a maga, amikor elkezd csirázni, akkor első dolga, hogy egy nagyon hosszú gyökeret enged le a föld középpontja felé, a mélyebb rétlegekben. Éppen ezért nem nagyon szeretik a tökfélék, hogyha nem helyre vetjük őket, hanem palántázzuk. Bár nagyon elterjedt, hogy ilyen látványosan és jó, szép zöld palántákat lehet nevelni pohárban is nagyon gyorsan, de igazi az, hogyha fészekbe vetjük ezeket a növénykéket a helyükre, nem pedig palántázzuk.
A fészekbevetés úgy történik, hogy egy mélyedésbe megtöltjük komposzttal vagy ilyen trágyával, és ebbe 3-5 szemmagot beleszórunk az adott növényből, uborkából, spárgatökből, cukinükből vagy patiszomból, majd kiválasztjuk ebből a legéletképesebbet, illetve hát annyit, amennyit akarunk később megtartani. Az uborka egyébként hosszú indákat nevel, ezeken az indákon vannak a termései, az uborkák, és minden termés mellett kezdődik egy újabb inda, tehát érdemes ezeket a termések melletti indákat visszacsípni, hogyha nem olyan jó táperővel rendelkezik a kertünk, illetve hogyha nem akarunk teljesen összekuszálódni a végére, és akkor már nem tudjuk követni, hogy hova lépjünk, vagy hogy szedhetjük igazából az uborkát. Ilyenkor van az, hogy egy szára nevelik általában az uborka palántát. Ami még lényeges az, hogy az uborka perunszpórán ellen szoktak ajánlani gyakran, hogy akkor valamilyen részkészítménnyel permetőzünk. Szerintem teljesen felesleges, olyan gyorsan nő az uborka, és olyan gyorsan pótolja leveleit, hogy noha az alján a perunszpóra már az öreg leveleket, azokat megfertőzni, de a csúcsán még mindig hozza a leveleket és hozza a termését, tehát nem érdemes semmiféle szerrel kezelni az én tapasztalataim alapján. Napfényigényesek ezek a növények, teljesen vízigényesek, abszolút legjobb, hogyha sepegtetőrendszerrel vannak ellátva, ez egy állandó vízpótlást jelent számukra. Nagyon jól reagálnak arra, hogyha mulcsozva van a talaj, ami visszatartja a nedvességet közvetlen a tövüknél, és azon kívül megakadályozza a gyomosodást, és még ezernyi jó dolga van a mulcsozásnak, közvetlen tápanyag utánpótlása, lebontó szervezetekkel segítségével. A káposztaféléknek ezen csoportja, a fejes káposzta, kelkáposzta és karalábé, ezek ilyen szintén kétféle, illetve háromféle változatban találhatók. Kiskerti termesztésre én a korait, illetve a későit javaslom. Van egy középkésői kategória mindegyik növényből. Ezt általában nagy üzembe szokták, vagy olyan folytonosságot biztosító káposztatermelők szokták termeszteni, akinek fontos az, hogy egész évben végig legyen termés, és az év legnagyobb szakában legyen termés. A korai káposztaféléket azt ugye, na majd beszélünk akkor a legújabb táblázatról. A korai káposztaféléket körülbelül március vége április elején ki lehet ültetni, ha visszaszámoljuk a palántázási időt. Bár említettem azt, hogy nem érdemes palántázni, a káposztaféléket sem kezdő kertésznek érdemes megvenni ezt a piacon, de a kiültetni mindenképpen érdemes majd ezeket a palántákat április elején, akkor van igazán a jó idő a káposztafélék termesztéséhez. Vannak 45-48 naposak is, 60 naposak is, kallából van is 45-50 napos tenyészidejű fajták, tehát viszonylag gyorsan lekerülhetnek a földről. Trágyázott humuszos talajt szeretik, kisűigényűek, hidegtűrőek, vízigényesek természetesen, meghálálják a vizet, és mondtam, többször vethető az év folyamán. Karalábéból lehet két ültetést, káposztából is, helyes káposztából is, tehát igazán jó növényei a kertünknek.
szintén káposztaféle a brokkoli, bimbóská, kínai kell és bordás kell, vagy pak choy. Szintén káposztaféle imádja a trágyázott talajt, jó mély humuszos talajt, kicsi a hőigényük, hidegtűrőek ezek a növények is, mint a káposztafélék általában. Vízigényesek, szeretik a napfényt. A külön kiemeltem a bordáskelt, vagy pak choyt, ami egy nagyon kedves kis növény, akár háromszor is termeszthető egy évben, nagyon rövid a tenyész ideje. Nagyon hálás, egyedül probléma van az, hogy korán az év kezdeti szakaszában, tavasszal nagyon gyorsan megtalálják a levélbolhák, és nagyon nagy írtást képesek a bordáskelnél, és hát a többi káposztafajnál is igen végezni. Ami még érdekes az, hogy a bimbóske vagy kelbimbó, ez fagyottan is szedhető, tehát fagyban is szedhető, akkor általában kesztyűvel nyúlnak hozzá, hogy ne foltosodjon, ne melegedjen meg. Már nem sok van, illetve utolsó tábla még, amiről paprika, paradicsom és padlizsán, mint legjobban szeretett és kedvelt növényünkről lesz szó. Tápanyagban dús, trágyázott talaj, burgonyaféléről van szó, tehát imádja a trágyázott talajt. Meleg és napfényes növényekről van szó. Vízigényűek. Vízigényük nagy, főként egyenletes elosztását csepegtető öntözéssel lehet leggazdaságosabban termelni. Fontos volna az, hogy itt is a mulcsozzuk a növények alját, tartsunk vissza annyi vizet, amennyit csak lehet. Ez gazdasági szempontból is, illetve a mulcsozott felület adja meg azt a pára dússágot, ami végül is a paprikának nagyon, nagyon kellemes és nagyon kell, illetve a padlizsánnak is, ami szükségeltetik. A paradicsom a tapasztalatom szerint bírja egy picit a szomjazást, tehát mulcsozva nem fontos olyan sok vizet locsolni rá. A levelét nem szabad, hogy víz érje, tapasztalatom szerint, mert akkor könnyen begombásodik, megbetegszik a növény. Kifejlett erős gyökerei miatt gondolom, hogy egész nagy területről húzza magához a vizet, így érés folyamán már szükség van a vízre, de ha esetleg elfeledkezünk róla, akkor nem esik kétségbe a paradicsom. Ami fontos még a paprikának és a paradicsomnak is a tövénél a talajlazítás, a levegő biztosítása. Ezt, ha év során többször is mulcsozzuk, akkor ez a mulcs elég, hogy biztosítsa ezt a lazítást. Hogyha pedig nem mulcsozunk, akkor érdemes minél többször, kétszer-háromszor felkapálni és gyommentesíteni a paprikát is, és a padlizsánt és paradicsomot is. Meghálálják a tápanyag utánpótlást, lehet őket komposztejával locsolni tövére, vagy éppen a paprika, ha lemegy a nap és langyos trágyalével, vagy komposztejával meglocsolni a levelét. Szintén jót tesz ugyanez a padlizsánnak is, ezt egyébként, amikor a gyökér növény, vagy a növény gyökeréhez, szárához közvetlen adjuk a trágyás vizet, ezt nevezik fejtrágyázásnak. Ennyi így körülbelül ez az 50 növény, és van még egy táblázatunk, ez arról tájékoztat minket, hogy a növényeknek milyen termései várható négyzetméterenként, például fejes káposzta, a korai az 1,5-3 kg-os tömeg várható egy négyzetméterről, a karfiról 2-3 kg, uborkáról 0,5 kg-tól 3,5 kg-ig. Erről tájékoztat minket a harmadik oszlop, a negyedik oszlop az a tenyészidőtől, tehát a
kiültetéstől a betakarításig, vagy a magvetéstől a betakarításig eltelt idő. Itt láthatjuk, hogy a korai fejes káposztánál például 45 nap telik el a palántázástól a betakarításig, a késői fejes káposztánál ugyanez 120-160 nap is lehet. Ugyanígy megvan a cukkininál, a borsónál van még egy érdekesség, hogy a borsó azt lehet időzíteni a termesztését, úgy nevezik ezt, hogy hőösszegigény kiszámítással, tehát ha kiszemelünk egy fajtát, mondjuk egy rajnai törpét, akkor ennek 600 Celsius fokot kell összegyűjtenie a fejlődése során, és mire összegyűjti a 600 Celsius fokot, addigra kifejlődik és szüretelhető lesz. Mint korábban említettem, vannak ilyen borsó családok, ahol különböző típusú borsókat, vagy különböző hőösszegigényű borsókat tesznek egy vetési ciklusra, és akkor így megnyújtják azt, hogy a 600-as rajnai törpe az például letermett, és utána a 650-es, 690-es borsó jön. Nagy üzemekben ezek alapján, a számítások alapján tudják szinte napra pontosan betervezni a szüretet. Ez fontos azért, hogy a konzervgyári kapacitást akkorra tudják lekötni. Ezt mondom, napra pontosan meg tudják csinálni. És azon kívül pedig, tehát a tenyésző idő van rajta is, illetve hát a javasolt vetési és ültetési idő van meg növény félénként. Ezzel a három táblázattal, tehát hogy mi az, ami alkalmas másodvetésnek, és mi, illetve az, hogy mikor lehet ezeket a másodvetési növényeket kitenni a földbe, a társítási táblázat segítségével, és ezzel az ültetési táblázat segítségével meg lehet tervezni nagyon egyszerűen egy kis kertet. Kezdetben bonyolultnak tűnik ez az egész, de végül is itt csak ilyen, mint a puzzle-ből össze kell néhány információt rakni, és akkor már a kis kertünk termesztő képessé válik. És ez segít minket abban, hogy kevesebbet költsünk a boltban, segít minket abban, hogy a kerti munkával megőrizzük az egészségünket, mint hogy kedves volt tanárom mondta, hogy a kerti munka az egyik legszentebb imádság, mert térden végzik, hát ez gyomlálásra így van, én nagyon egyetértek vele, és hát nem utolsó sorban pedig a gyerekek, a fiatalok, az egészen kis gyerekek, nem azt mondom fiatalok, azok szívesen is végzik ezt a tevékenységet. Jó volna, hogyha minél többen visszatérnének a házi termesztésre, visszatérnének a piacra, aminek nagy hagyománya volt Pomázon. Hát körülbelül ennyit tudok elmondani ezekről a dolgokról, a többit azt mind a termesztés során érdemes megtapasztalni, mert mindenki maga eszi a maga gyümölcsét. Köszönöm szépen.